Kovács Mercedes már 7 éve kézápoló és műkörömépítő, ebből adódóan sok mindent megtapasztalt munkája során. Az allergia manapság egyre többször jelenik meg a vendégeknél. Nagyon sok allergén vesz körül minket életünk során, és bármikor kialakulhatnak a tünetek. Ez alól a műköröm sem képez kivételt. A tünetei hát nagyon sok esetben első körben a vendégeknél körömágyviszketéssel, illetve a körömágy körül megjelenő bőrpirra jelentkezik, súlyosabb esetben már hólyagosodás is kialakulhat, duzzanat, illetve sebek. Ilyenkor azt javaslom, hogy mindenképpen keressük fel a műkörmösünket, vagy akár súlyosabb esetben már az orvosunknak a segítségét is bevonhatjuk ebbe a folyamatba. A szalonokba bekerülő allergiás reakciót kiváltó anyagokat a szépségipar próbálja más összetevőkkel helyettesíteni, de arra sincs biztosíték, hogy az újak nem váltanak ki majd tüneteket. Összességében azt tudnám elmondani, hogy aki műkörmet visel, annak tisztában kell lennie azzal, hogy allergiás reakciókat okozhat, mint igazából bármi más, amivel érintkezünk a nap folyamán. A körömágy betegsége kapcsán Kovács Mercedes azt mondta, főleg a nem megfelelő előkészítésből, illetve a fertőtlenítés hiányából alakul ki, vagy a vendég oldaláról a nem rendeltetésszerű használat. A másik, amit még nagyon sokszor tapasztalok a munkám során, hogy nagyon sok olyan vendég érkezik hozzám, aki megpróbálta otthon ezt a körmezést, hát kipróbálta, és sajnos nagyon túreszelik a körömlemezüket, és ezáltal nagyon elvékonyodik, nagyon fáj nekik, gondot okoz a mindennapi életbe. Súlyosabb esetben már láttam olyat is, hogy a vendégek átlyukasztották a saját körömlemezüket. Ez nagyon, nagyon fájó és nagyon, nagyon hosszú a gyógyulási idő. Az alapanyagok tekintetében a mostanában népszerű keleti ázsiai országok webáruházaiból tudunk olcsó alternatívákat beszerezni. De érdemes tudni, hogy az EU-n kívüli országokban mások a forgalmazási szabályok. Így más minőségű termékeket kaphatunk, mint amik az Európai Unión belül vannak engedélyezve. A kézápolók azt javasolják, ha tehetjük, mindenképp válasszunk szakembert a kezelésekhez, mert az otthoni műköröm építésből nagyon sok körömágy betegséget lehet összeszedni, amitől nagyon nehéz később megszabadulni.